Szervusztok, Kim vagyok a Battlefield.hu TV-től, a mai túravezetést én tartom. Hát mai pályánk az Azadi Palace Scavenger módban. Hát be is töltött a pálya, 5 zászlónk van, ezeket kell behúznunk, illetve tartanunk. Így is pörgetjük le az ellenfeleinknek a pontjait. A különlegessége a játéknak, hogy, vagyis a játékmódnak, hogy csak pisztolyunk és squad perkünk van, illetve a szokásos késünk. Legnagyobb negatívum a scavenger modban az, hogy használhatjuk az automata pisztolyainkat, szóval ezt nagyon nem kellett volna belerakni, mert ugyanis számos alkalommal volt az, hogy belefutottam egy ilyen G17-G18-as Mukiba, 93R-be. No de én a 44-es scope-ot szoktam használni, mert csodás, mese szép és egyből lehet vele ölni. Hát, mint láthatjátok, földről kell felvenni fegyvereinket. Illetve eléggé gyér a lőszerjavadalmazásunk is. Az automata fegyvereknél általában két tár szokott lenni. Hopp! Szevasz! Wow! Ez egy kicsit megijesztett. Sötétben járkáló mumusok. Na nézzük, level 3-as, M249 most nem kell nekem. X-Bow-val lerendezem a társaságot, ha tudom. Hát igen, kemperek mindig voltak, vannak, lesznek. No, két pont a miénk, az ötből egy, most már három. Nézzünk fegyver után. Haha, M98B. Semmit sem ér az SG-553 ellen. Szóval hiába vettem föl, egy lövést tudtam vele leadni. De láthattátok, gondolom, hogy 6 golyó volt a tárban, illetve 6 a tartalékban. Nem jutunk jobb fegyverhez, az első szintű cseresszemat köpködő 19-et használjuk. Ha! Nem tud... You can stop me! Oh shit, you stop me. Hát igen, mint láthatjátok, eléggé sötét helyek is vannak a pályákon, szóval... Na most kiszúrt meg itt. Ez egy elég érdekesen nézett ki, nem tudtam megállapítani, hogy ki kicsoda. Na de mindegy, haladjunk tovább. Megbusszolt egy társunk halálát. Na nézzük. Spas. Kell a halálnak. Újra töltött a napet? Igen, újra töltött. Nem igaz, nem tudok lőni. Vagy inkább célozni. Halálommal sikeresen hozzásegítettem kedves bajtársamat egy késeléshez. Remélem megköszönte. Ha nem, az se baj. Hoppá, X-Bow-val lelőttek. De még milyen szép távolságról. Na, uraljuk az összes pontot. Fölveszünk gyorsan a PP2000-et, megnézzük mi van az M. Asval. Visszahúzzuk a pontot. Viszont... Az honnan lő? Na igen, az amerikaiaknak a ruhája sárga. A játék alapszíne sárga. Ezáltal hogy a francba találja meg az embert? Lehet, hogy színvak vagyok?
Na mindegy, én ide leülök, jól elleszek, csipázgatni fogok. Még mindig bénán célzok. Haha, de utolsó kill. És kaptam még valamit. Hát nyertünk! Jéj! Hát nem az egész pályát jártuk be, de... legalább nyertünk. Eszállj mentek. És jó a téma. Általában egy ilyen meccs az 5 perc, 5 és 10 perc között zajlik. Hát ilyen intervallumban szokott lezajlani egy ilyen meccs, de vannak olyan alkalmak, amikor mondjuk egy 500 a szerver, 500 ticket a szerverre megyünk fel, ott azért sokkal nagyobb a legalább, mint azt hiszem, hogy bezalmatok, hogy nem zajlik egy kör. Ha annyian vagyunk, ilyen 12-12 V esetén az éve legalább egy 30 percre, egy 32 szerve sokkal a minden, de hát ennyit. Na, nézzük a következő kört. Hát, ha sikerül még jobban produkálni. Amerikaiak vagyunk. 15 perc. Érdekes lenne. Logoutolna innen, úgyhogy 10 kilométer. Haha, ott az első ellenfelünk. Meghalsz, Muki! Rohadj meg. Haha, enyém a kill. First blood. Igen, scavenger játék mondnak, ez a legfurcsább része, hogy amikor az elején leszületünk, akkor olyan randomul tesz le, hogy még a az ellenfél mögé is berak. Hé, meg kellett volna halnod. Láttátok, 2x volt testre, és nem volt meg. Megint hozzá. Hát ez érdekes volt. Ő lelő engem, társam lekíséri őt, társamat lelőri. Melyik filmben is volt? Na mindegy. Úgy néz ki, hogy a következő körben is uraljuk a telepet, ellenfeleink. Miért nem látok semmit? Na mindegy. Megvan az összes pont, Ruszkik bajban. De élvezzük a kemperség örömeit, mint ahogy mondtam, kemperek mindig voltak, annak is lesznek. Ne fuss! Megpróbált elfutni. MK3 vagy. Megint test előttem, és túléltem. És hopp! Csodálatos mentés! Majdnem lekéseltek. De visszaszereztük a pontot, felveszünk egy jó kis tukit. Ha jól látom, ez egy Scar. És az L állatfajtából. Na, kerüljünk mögéjük. Vagy a hátam mögül lőttek automata fegyverrel, vagy az MP443 rát volt. És egy 9-3 G18-asnak a... Na mindegy, várjunk itt egymára.
Én mindig bénál lövök. Idióta. X-ball-val sosem ennyi tiszta is ellen fér. Pisztolya sosem ennyi automata fegyver ellen. Csak akkor, hogyha hátulról. Az alkotásom eredménye 0 kill, 50-es assist és 1 kill. Azért megértve. Keresztül. Reméljük, hogy még sikerül a belőtt ideje volt. Hát ez volt a kedvenc romos korokat a túravezetésre.